Sziasztok! Ezúttal talán az egész középkori irodalom egyik legérdekesebb figurájáról, François Vionról és az ő költészetéről lesz szó. Ha ma élne Vion, akkor jó esélye valamilyen gangster hip-hop előadó lenne, hiszen ő amellett, hogy a középkor egyik legnagyobb költője volt, az életmódját tekintve bizony nagyon-nagyon kilógott a sorból. Na de ne is szaladjunk ennyire előre, nézzük, hogy ki volt ez a François Vion. Tehát kezdjük az életúttal. Nem sokat tudunk az életéről, viszonylag kevés adatunk van, és ami pontos adat, az is leginkább rendőrségi feljegyzésekből, hivatalos iratokból van. Annyit tudunk róla, hogy Párizsban született, egy nem túl jómódú családban, és az édesapja halála után viszont egy jómódú nagybátyja nevelte, és a Vion nevet is tőle kapta egyébként, tehát ő neki köszönhetően vette fel a Vion nevet, az eredeti családneve más volt. Tehát Párizsban született, és Vion korában zajlott a 100 éves Háború, amely egy nagyon véres és nagyon kaotikus időszak volt Franciaország történelmében. Ezt nyilván töriből tanulták, hogy miről szólt ez a háború, valójában nem is száz évig tartott, hanem, hanem még annál is tovább. De a lényeg, hogy, hogy ez egy nagyon nehéz időszak volt tehát szinte teljesen felbomlott a törvényes rend, mindennaposak voltak a, a rablások, egy totális erkölcsi elzülés volt megfigyelhető az országban, és ehhez jött még az is, hogy éhinségek, járványok tizedelték az embereket, vagyis ez az járt együtt, hogy a halál az egy mindennapos tapasztalat volt. Tehát a hétköznapok, azok nem nyugodt hétköznapok voltak, hanem, hanem úgy élték az emberek az életüket, hogy gyakorlatilag alig volt biztos pont a világban, és hogy egyik napról a másikra elragadhatta őket a halál ilyen vagy olyan módon. Ugye ennek a jómódú nagybácsinak köszönhetően, aki egyébként egyes adatok szerint Vionnak a VS szerinti apja volt, tehát ennek a rokonnak köszönhetően Vion beiratkozott a Sorbonra, ami az egyik legrégebbi és legtekintélyesebb egyetem, ugye Párizsban van, de ebben az időben a, a szorban is teljesen lezüllött, tehát hol meg voltak tartva az órák, hol nem, a diákok sokkal inkább el voltak foglalva az állandó mulatozással, az ivászattal, a nőzéssel, nem igazán volt rendes, nem voltak igazán rendes tankönyvek, tehát a, a káosz az tulajdonképpen az egyetemre is um, begyűrűzött. Tehát egy ilyen nagyon esetleges műveltséget szedett össze Vion, de ki lehet jelenteni, hogy a kor viszonyai között, amellett, hogy egy köztörvényes bűnöző volt, hiszen konkrétan bandatag volt, és ö, rablásokban vett részt nem egyszer, nem kétszer, emellett egy meglehetősen művelt figura is volt. Tehát ahogyan arra már utaltam, többször is összeütközésbe került a törvényel Vion, Többször is volt olyan, csak a hajszálon múlt, hogy megúzta az akasztófát. Embert is ölt, tehát, tehát gyilkosság miatt is volt egy nagyon komoly ügye, rabolt, fosztogatott. Tehát kifejezetten egy törvényen kívüli figura volt, mind a mellett, hogy költőként is működött, tehát olyan szövegeket írt, amik a mai napig megállják a helyüket. Na de hogy visszakanyarodjunk az életrajzához. Ugye, mivel többször is összeütközésbe került a törvényel, többször is volt olyan, hogy menekülnie kellett, tehát uh, tulajdonképpen hontalanként bolyongott, és ezekben az időkben minden bizony a rablásokból tartotta fel magát. De érdekes kettőség, hogy ugyanakkor vendégeskedett is uh, Charles Orlán hercegnél, ő a kor egyik fontos figurája, egyik fontos mecénása, tulajdonképpen a Trubadur lírának az utolsó nagy alakja. Ha emlékeztek rá, a Trubadur líra az a lovagirodalom Nál tanult udvarló költészetet jelenti erős leegyszerűsítésben. Ugye francia Franciaországban trubadúroknak hívták ezeket a dalnokokat, német nyelvterületen pedig zengereknek, És ez a Sál Orlán hercegő nagyon lelkesen támogatta ezeket a dalnokokat, ezeket a költőket, és többször is rendezett a, a saját udvarában dalnokversenyeket, és az egyik ilyen dalnokversenyen maga, maga Vion is részt vett, illetve pénzzel is többször támogatta ez a. Hertz. Tehát volt egy ilyen furcsa kettőség, hogy egyfelől, egyfelől egy gangster életmódot folytatott, Vion másfelől viszont, hogyha úgy jött ki a lépés, akkor költői versenyen vett részt. Aztán 1461-ben nagyon szorult a hurok Vion körül, ugye többszörös bűnözőként tulajdonképpen halára ítélték, aztán később enyhítettek az ítéleten, és tíz évre kiutasították Párizsból, és akkor el is hagyta a várost. És ez az a pont, 1463, -am, amikor már nincsenek adataink arról, hogy mi történt vele, tehát nem tudjuk, hogy mikor és hol lehet a halálát, könnyen lehet, hogy végül valóban felakasztották, vagy valamilyen más módon meghalt, de nem valószínűsíthető, hogy tisztes öregségben agastyánként fejezte be az életét. Tehát ennyit, ennyit Vion életrajzáról, tényleg egy nagyon érdekes figura természetesen, semmiképpen nem példa kép értelemben mondom ezt, hogy érdekes, csak hogy, csak hogy egy ilyen nem tipikus élete volt neki. Na de beszéljünk egy picit a, a, költészetéről is. Ugye, hogyha az évszámokat nézzük, hiszen a 15. században élt Vion, akkor tulajdonképpen már bele nyúlunk a reneszánszba, tehát hogyha, hogyha kronológiailag nézzük, akkor ez már bőven a reneszánsznak az időszaka, viszont, viszont hogyha a versenynek a világát és Vionnak a világ szemléletét nézzük, akkor bizony ő még a középkor költője. És hogyha egy szóval akarnám jellemezni Vionnak a, a, költészetét, akkor az a kettőség lenne. Tehát egyfelől, egyfelől mint mondtam, egy meglehetősen művelt költő, hagyományos formákat használ, ugyanakkor a, a versei azok azok nagyon-nagyon hétköznapi helyzetekből veszik a témájukat és a szereplőiket, nagyon erősen szembe megy a tekintéjel, a verseiben megjelennek a leglecsúszottabb társadalmi rétegek, tehát prostitu prostituáltak, kocsmárosok, bűnözők, nagyon ironikusan, szarkasztikusan megy neki a társadalmi tekintének, tehát egyfelől kifejezetten egy lázadó költő. Másfél viszont nagyon erősen benne van. Az életmódja ellenére nagyon erősen be, megvan benne például a, a pokoltól való félelem. Tehát nagyon erősen megjelenik nála az a világszemlélet is, hogy az élet az egy síralomvölgy, az ember az bűnre van kárhoztatva. Ő ezt nagyon sokszor inkább humorosan, viccesen, de legalábbis szarkasztikusan dolgozza fel, több versében is, de ugyanakkor vannak művei, ahol, ahol nagyon mély megbánás érződik, és nagyon mély aggódás érződik a saját. Saját lelki békéje, vagy a saját üdve iránt. Tehát egy ilyen, egy ilyen nagyon kettős a, a költészet, amit mondtam, a témáját tekintve nagyon sokszor kifejezetten polgárpukasztó, lázadó, de a versformáit tekintve hagyomány, hagyományőzőnek mondtam, tehát hagyományos versformák jelennek meg nála, és a középkor világ szemlélete is még nagyon erősen jelen van. Itt érdemes még beszélni a már emlegetett versformákról. Itt két versformát vagy szerkezetet említenék, meg az egyik az oktáva. Ez egy jambikus lejtésű, nyolc soros versszakot jelent, stancának is szokták hívni. Tehát nyolc szótagú sorokból áll, nyolc darab nyolc szótagú sorból áll az oktáva, innen is jön a neve természetesen. Ez az egyik, tehát a versének egy jelentős része ilyen oktávában íródott. És a másik, amiről beszélni érdemes, az a ballada forma. És itt hívom fel a figyelmet, hogy a ballada forma az nem keverendő össze a ballada műfajjal. Itt a, itt a ballada, mint versforma, mint, mint verselési mód jelenik meg, a ballada műfaj pedig egy sok, inkább egy tematikai tartalmi megkötést jelent. Tehát itt a ballada formáról van szó. Maga a ballada egyébként egy egy a ballada forma egy középkori eredetű versforma, és a, a sima, a szimpla a ballada, az három darab 8-10 soros verszakból áll, és a végén van egy ajánlás, egy négy soros ajánlás, de van az úgynevezett kettős ballada is, ami hat verszakból áll, és nincs a végén ajánlás. Nyilván, mikor a suliban elemeztek Vion verseket, akkor ezeket picit részletesebben is Hát most elég ennyit tudni, hogy ez a ballada forma, és nem a műfaj, és hogy három darab, vers, három darab hosszabb versszak, és egy rövidebb ajánlás van a végén. És a Vinyom művei közül egyet emelek ki, ez a Nagy Testamentum, néven emlegetett vers gyűjtemény, van egy kis testamentum vagy hagyaték néven emlegetett versgyűjtemény is. Arról most nem beszélek, a nagy testamentumról is csak <coughs> nagyon vázlatosan, de ezt tekinthető Vion fő művének, tulajdonképpen ebben koncentrálódik, vagy ebben csúcsosodik ki az ő költészete. Ezt a versgyűjteményt ezt 1461-ben állította össze, amikor volt egy ilyen nagyon rövid, picit nyugodtabb, higgadtabb időszak az életében, amikor éppen megmenekült megint az akasztófától, és éppen nem keveredett még bele semmibe, ami miatt újra elítélték volna. Tehát ekkor állította össze, és írta meg ezt a versgyűjteményt, ami összesen 173 oktávából és 15 balladából áll, és ebbe tényleg beletett, beletett mindent, tehát összegyűjtötte a legjobb korábbi szövegeit is. És ez a, a, testamentum az ugye végrendeletet jelent, a Bibliát is szoktuk Ó testamentum, illetve Új testamentum néven emlegetni, és az adja a kontextusát, a szövegösszefüggését ennek a vers gyűjteménynek, hogy a, hogy a börtönben, ahol egyébként nagyon-nagyon sanyarú sorsa volt, tehát nagyon sokat szenvedett a, a börtönben, ott ott zajlott le benne egy ilyen belső vizsgálat, tehát a, a, börtönbeli szenvedések vették rá arra, hogy, hogy átgondolja az életét, és valóban egyfajta szellemi végrendeletet hozzon létre a saját életőről. És az az érdekes, hogy mindeközben ő még csak 30 éves, tehát egy fiatal ember, de annyit élt már, annyi minden történt vele, és annyira közel volt a halál hozzá, hogy, hogy teljesen, teljesen indokolt volt, hogy Átgondolja, hogy hol is tart addig, mi az, ami ami történt velem. És a Nagy Testamentumban is megvan az a kettőség, hogy időnként kifejezetten ilyen, ilyen uh, ironikus, cinikus, humoros módon ír a saját lázadó bűnöző életéről, de itt már nagyon erősen jelen van az önvád is, az önmarcangolás, a lelkifordulás. Tulajdonképpen úgy is tekinthető a Nagy Testamentum, mint egy gyónás, ahol, ahol bevallja, a bűneit végig gondolja az életét. Tehát ez is egy ilyen, ezt a, ezt a vers gyűjteményt is, ez a kettőség jellemzés ettől nagyon jó. És attól is nagyon népszerű tulajdonképpen Vion még a 20. században is, vagy a 21. században is, nem tudom, hogy ma még olvas-e valaki, Vion, de kifejezetten egy olyan költészet az övé, ami a, a ma olvasóját is meg tudja szólítani, még 500 év után is, mert olyan, olyan témákat feszeget, amik, amik ma, is, ma, is, érvényesek. Itt érdemes még beszélni egy szövegtípusról, ez a haláltánc, vagy franciául dance macabre. Ez is egy középkori műfaj, és ennek az a lényege, hogy, hogy ez a képzőművészetben is létezik a haláltánc, és az irodalomban is, és azért hívják haláltáncnak, mert hogy, hogy a halálba menők, azok, azok elmondják, hogy ők kicsodák. Tehát tényleg olyan, mint egy bál, amit, amit a halál előtt rendeznek, és mindenki, aki, aki meghal, aki halálba megy, az elmondja, hogy ő kicsoda. <kül> kicsoda. És ennek az volt az értelme, hogy azt fejezte ki, hogy a halál előtt mindenki egyenlő. Tehát, hogy a halálban eltűnnek a társadalmi különbségek, mindegy, hogy, mindegy, hogy gazdag vagy, mindegy, hogy szegény vagy, mindegy, hogy egy utcalány vagy, mindegy, hogy egy, vagy, vagy, egy herceg vagy, ugyanúgy, ugyanúgy meghalsz. Tehát, hogy a halál az mindenkiért eljön, és egy utolsó táncra hív mindenkit társadalmi helyzettől függetlenül. Ez egy nagyon, nagyon sokszor előkerülő Műfaj, egészen például majd Arany János balladáinál, amikor a hidavatást tanuljuk, akkor újra elő fog kerülni, a, a haláltánc többek között itt is elő fog kerülni. És a, a nagy testamentum, mint mondtam, oktávákból és balladákból, de az igazán igazán jól sikerült szövegek, azok a balladák, amik nagyon különbözőek van, amikor az élet legsötétebb oldalá jelenik meg bennük, van, amikor kifejezetten vallomásosak, és ö, ilyen ön, önelemző, lélek, boncolgató szövegek, és ami még érdekes, hogy van, vannak olyan balladák, olyan balladái is fennmaradtak Vionnak, amit, amit ö, korabeli szlengben írt. Tehát amit a, a, középkori utcai nyelven írt meg, és volt egy magyar költő, akit úgy hívtak, hogy Faludi György, egy nagyon magas kort megért költő volt, nem is tudom, egy 11 12 éve halt meg, talán már nem is emlékszem. És nagy botrányt kavalt akkor, amikor készített egy új Vion fordítást, amit ami amit, amit stílusában szintén slangben volt megírva, tehát egy csúnya szavak voltak benne. Amit a szöveggyűjteményetekben találtok, az nem ez a fordítás, tehát hogy, hogy ott ne keressétek, de hogyha esetleg a könyvtárban megtaláljátok a Faludi György Vion fordítást, akkor így képet kaphattok ö, róla, hogy, hogy, milyen volt a hangulata Vion szövegeinek. Tehát, hogy, hogy ez, is egy, ez is egy érdekesség, hogy, hogy olyan slangben, sőt nem is slangben, hanem argóban, tehát kifejezetten nyelven volt megírva nem egy vers, amit nagyon, nagyon nehéz volt egyetem megfejteni is, meg pláne lefordítani magyarra. Tehát nagyon-nagyon röviden ennyit Vion költészetéről tényleg olvashatok bele a verseibe, és az is ezt mutatja, hogy, hogy a a gangster hiphop az nem egy modern találmány, hanem már a középkorban is voltak olyan művészek, akiket az utca nevelt és ismerték az élet kemény oldalát. Hamarosan jelentkezem újra, hogyha hasznosnak találjátok a csatorna videóit, akkor iratkozzatok fel, mert már azzal is nagyon sokat segítetek nekem, de hogyha esetleg konkrétan pénzzel is támogatnátok ezt a projektet, akkor ezt megtehetitek a Patreonon, vagy a Youtube-on keresztül egy egyszerű szuper köszönet formájában is. Sziasztok!